Akartam, hogy ezt valahol, ehhez, hogy ezt megértsük, a nézőre is szükség van. Tehát a nézőnek a megértésére is szükség van ahhoz, hogy ezeket a képeket meglássuk, az, hogy mi az, amiben tovább lépett annál, hogy csak egy egyszerű látvány. És hát, is, hogy tudjuk, hogy hát olyan világban élünk, hogy mindenki nehezért, úgyhogy ebben nem lesz probléma. Tehát mondjam, az ahhoz is mindenkiért, a képzőszert is mindenkiért, semmi más kritériuma nincsenek, csak sokat kell nézni, végig kell menni képenként, vagy sok zenét kell hallgatni, és innentől egyértelmű, hogy egy hihetetlen önbizalmat ad az egész, és biztos, hogy meg fogok érteni, amit látunk. Úgyhogy én egy nagyon kedvenc kis versikével fejezném megint a megnyitót. Ezt már mondtam párszor, de nem tűnjönök. Nem lógunk be. Ez a ungár németi Tóth Lászlónak egy kis szösszenete, ami erről szól. Ami erről szól, hogy mire is kéne nekünk figyelni. És ez úgy szól, hogy egy fényt, egy képet fest az igazság. Mégis ezer képen tűnik előbe nekünk, nem csoda, mert amint ritka vagy sűrű az elme, úgy szegi a sugárt célja és aránya felé. Úgyhogy én megnyitnám a kivetest. Thank you.